Jó, kezdtük a mérkőzést, igazából működött, amit kitaláltunk, amire készültünk. Lehet, hogy a, a túlzott magabiztosság meg a korai vezetés úgy hatott ránk, hogy ott volt egy 15 perces rövid zárlatunk, amiben a Kanizsa berámolt három gólt. Igazából azt kell mondjam, hogy semmiből, hiszen olyan helyzetekből kaptuk gólogat, hogy tizen voltunk labda mögött, és ide pattant, oda pattant, jó helyre pattant, elrúgta a, a lőrinc is, bealétszalált, tehát talán azt mondom, hogy ott az élet... tehát lehet, hogy a fél év legjobb 15 percét, vagy legszerencsésebb 15 percét produkálta a kanizsa. E, aztán ugye a fél idő végén a kiállítás az merőben befolyásolta a másik fél időt. E, Annak örülök, hogy hogy a második fél időben tíz emberrel is ö, mi álltunk közelebb a, a gólhoz, illetve gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy akkor is a második fél időt helyzet nélkül hozta le. Ö, az biztató, az a kérdés, hogy az az első fél időben hol volt egy 0 után. Mi a vélemény a kiállításról, egy elég nagy butaság után következett a lap? É, igen, egyértelmű kiállítás volt, ö, majd a a Sebastian Lócival ezt ö, megbeszéljük, hogy ennek mi a következménye. Nyilván ennek lesz. Ö, ez olyan fegyelmezetlenség volt, amivel ö, komoly hátrányba hozta a csapatot. Ö, ugye azt szoktam mondani, hogy amikor történik egy ilyen kiállítás, nyilván ha nyer a csapat, akkor sem el kell, a e szó nélkül, de akkor toleránsabb az ember, mert ö, igazából ö, azt mondja, akkor nem, akkor meghívja egy pizzára a csapatot, hogy, hogy behúzták. Ilyen esetben, amikor két gól sátrányban vagyunk az utolsó perc, vagy ilyen fejelmezetlenséggel, gyakorlatilag kis túlzással mondhatom azt is, hogy jelentett a mérkőzést. Nagyon örülök a győzelemnek. Ugye én úgy gondolom a padról, főleg az első fél az egy, ez egy igazi rang, rangadó, vagy most megyei rangadó, vagy tabella pozíció miatt, vagy ez mindkettőre igaz volt. Hogy kemény, harcos mérkőzés, sok gólal. tehát az első fél időben már kialakult a végeredmény, 4-2, sárga lapok, kiállítás, szerintem egy élvezetes mérkőzés volt. Második fél időben visszavett a csapatom, annyit adott ki magával, amennyi, amennyi kellett, ugye nekünk csütörtökön is van még egy bajnoki mérkőzés, abszolút elégedett vagyok. Én is kiemeltem a közvetítés során, hogy szerintem a Kanizsa a legjobb első játék részét produkálta az egész szezonban, és ami különösen pozitív, hogy még a hazaiak trénere is azt mondta, igaz, ő a legjobb negyed óraként értékelte azt a teljesítményt, te hogy láttad? Hát a, a fél időt azt én sem mondanám, mert kaptunk két gólt. Tehát az, azért a, tehát változtatni kellett. Ott a, Ö, ugye azt játsszuk, hogy bátor támadó játék, de itt azért az ETE ellen volt négy vagy öt mb es játékos, a, itt azért meleg volt, ráadásul ö, ők is 4 3 3 játszottak, mi is 4-3-3-ot játszottunk, ö, tehát a középpályán nem jöttek ki a párok, letámadásnál ez, ez nagyon kijött, és ezért is ö, húztam hátrébb a csapatot, tehát ott, ott kezdett stabilizálódni én úgy gondolom a, a csapat, amikor a középpályás védekezést beszéltük meg, illetve arra álltunk be, ott már nagyon nem tudtak áttörni bennünket, és ezért jöttek ezek az ívelések, megpróbálták mögénk berúgni a labdát, de mivel ekkor már nem fent voltunk, hanem hanem ugye ö, hátrébb voltunk, ezért már mögénk is nehezebb volt berúgni. Másik fél időben meg egyedül én úgy gondolom, hogy ott a, a babának, a, a Babati Beninek az oldalán ö, volt nagyobb veszély ugye az ETA részéről. Tehát ott egyszer-kétszer mögén került a baba, ö, de hozzáteszem, én szerintem megérdemelten győztünk Cucu barátomé ellen.